A szociális célú városrehabilitáció projekt egyik kiemelkedő beruházása volt a tavaly augusztusban átadott máltai típusú játszótér. Itt tartottak ma sajtótájékoztatót az elmúlt időszak kertvárosi programjairól. A projekt több eleme is lehetőséget nyújtott arra, hogy az itt élő emberek hasznosan korcsoportjuknak és érdeklődési körüknek megfelelően tudják eltölteni szabad idejüket. A projekt zárása természetesen nem azt jelenti, hogy a jövőben ez ne folytatódna, ha nem is ugyanabban a formában, mint eddig, de továbbra is lesznek családi, sport és egyéb közösségi programok is a lakótelepen. Kétségtelen, hogy minden itt élő számára pozitív változást hozott az elmúlt bő egy évben megvalósult projekt. Erről beszélt Pataki Zoltánné, a körzet önkormányzati képviselője. Nagyon-nagyon sok programunk valósult meg. Voltak olyanok, amiket a közösség egésze számára valósítottunk meg. Ilyenek voltak a családi sportnapok, ahol nagyon-nagyon sok ember részt vett a nótásesték, amik ugye ezeket kísérték minden este. Akkor ezek voltak a szünidei matiné műsorok, amit a bányászművelődési otthonba tartottunk meg. Másodszorban voltak olyan célzott programok, amiket egy-egy közösség csoport számára tudtunk megrendezni. Megépült egy gyönyörű máltai játszóterünk is, ami nagyon-nagyon hosszú ideig fogja ezt a közösséget szolgálni. Itt is állandó programjaink vannak az év minden napjában, illetve a családsegítőben is futnak ezek a programok tovább. A máltai típusú játszótér továbbra is több korosztály számára nyújt lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesülete a helyi igényekhez igazodóan testi-lelki fejlődést segítő szocializáció támogató foglalkozásokat, szabadidős programokat valósított meg az Európai Unió által támogatott projekten belül épült közösségi épületben. Minden héten kézműves, tánc és zenés foglalkozások várták és várják a fiatalokat továbbra is. Egész évben egy tematikusan felépített programsorozattal vártuk őket. Minden héten meg volt előre határozva, hogy melyik napon, milyen időszakban, milyen programok azok, amiket nyújtani tudunk, amivel várjuk őket. Ezek között voltak különböző zenés és táncos foglalkozások, képességfejlesztő foglalkozások, sportfoglalkozás, babamaklub, babamasszázs. Nagyon végtelenség lehetne sorolni. Több városi szervezet is részt vett az úgynevezett soft programok megvalósításában. A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány a tavalyi évben a projekt keretében rendezte meg a lakótelep 35. születésnapját ünneplő programot, míg a Vértes Agórája munkatársai többek között sportversenyekkel és nótás estekkel tették színesebbé az itt élők napjait. A bányászművelődési otthonban nagy sikerrel zajlott a retro mozi programsorozat, és sok látogatója volt a TTKT Eszi kertvárosi irodájában tartott kluboknak is.